elnézve ezeket az alkotásokat, nekem az jutott először az eszembe, hogy a művészet szinonimája leginkább a csodálat vagy a varázslat szavak lehetnének, hiszen ezek az alkotások csodák ezreit indítják útnak. Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg Gréci Félegyházi Gyöngyvér, a Szekszárdi Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság elnöke a Humán Szolgáltató Központ alkotói kiállítását. Toláczyné Varga Zsuzsanna, a Humán Szolgáltató Központ intézményvezetője elmondta, a kollégák lelkesedésének köszönhetően többféle foglalkozást tudtak szervezni a rászorulóknak. A foglalkozások során különböző technikákkal, módszerekkel ismerkedhettek meg, és ebben mindig volt egyrészt maga az alkotás, másrészt pedig valamiféle önismeret is, hiszen saját alkotásukat, akár egy mese, egy történet kapcsán ezekkel a módszerekkel kifestették, kirajzolták. Hozzátette, a középpontban az alkotás és az önismeret szerepelt. A foglalkozások sikerét mutatja, hogy volt olyan ember, aki az összes alkalmon részt vett és mindig készített valamit. Volt a művészeti foglalkozás, a háztartás vezetés, de volt egy játék foglalkozásunk, ami folyamatosan működött, hiszen az is, hogy egyáltalán családok hogyan tudnak egymással kommunikálni, beszélgetni, játszani, mert hogy ugye maga a játék is nagyon-nagyon összehozta a családokat, gyerekeket, testvéreket, szülőket, gyerekeket, tehát hogy ez maga az egész program azért ez komplex volt, és különböző elemei voltak, vagy részei, mint ahogy a művészeti foglalkozás is. A foglalkozásokhoz bárki csatlakozhat, szülő és gyermek egyaránt. A kibontakozás legjobb formája az alkotás.